Virággal köszöntötte a hölgyeket március 8-án az MSZP zalaegerszegi szervezete. A Nemzetközi Nőnapot a világban először 1911-ben ünnepelték meg. A nők jogai és a nemzetközi béke napját az ENSZ közgyűlés 1977-ben tette hivatalossá. A párt helyi szervezetének vezetői és aktivistái egy-egy szál piros szegfűt adtak át a munkába, iskolába induló nőknek. A hölgyek örömmel fogadták az ajándékot. Elmondták, hogy sokat jelent számukra a gesztus, ami az odafigyelést jelzi. Megbecsülést, a tiszteletet, meg a szeretetet, hát ezt tudom mondani. Na van, nőnap is nagyon jól esik. Jól kezdődik a napom. Feldobta a napomat, hogy már munkába menet egy szál virággal köszöntenek a nőnapon. Magyarországon 1914-ben tartottak először nőnapot. Az 1980-as évektől felvonulásokon hívták fel a figyelmet a nők társadalomban játszott meghatározó szerepére. Ugyanakkor a kiszolgáltatottságukra és a védtelenségükre is emlékeztettek. Ez egy régi hagyomány, hiszen az MSZP Zalaegerszeg Városi Szervezete évek óta osztja ezen a sarkon a hölgyeknek március 8-án a virágot, leszámítva a pandémiás időszakot, hiszen hisszük és valljuk, hogy ha valami igazán baloldali ünnep, ez a nőnap az egy baloldali ünnep, hiszen annak idején a nők saját érdekeikért, a munka, jobb munkaviszonyért, az egyenlő bérezésért, a sztrájkjogért szálltak sikra a saját érdekeik mellett. Mint Góra Balázs fogalmazott, a nőknek nem csak március 8-án, hanem az év minden napján kijár a tisztelet és a megbecsülés.